világrendszerváltástól magyar nagy stratégiáig volt itt minden Orbán Viktor Bálványosi Szabad Egyetemen tartott beszéde kapcsán is erről, vagy beszédében is erről fogunk beszélgetni Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával és Kovács Andrással, az Origó rovatvezetőjével. Szervusztok, jó reggelt! Köszönöm, hogy velünk kezditek a hetet. Számotokra mik voltak a legerősebb állítások? Mondjatok egyet-egyet, aztán utána majd lehet vitázni az összes többit. Számomra a legerősebb, két legerősebb volt, az egyik az, hogy a miniszterelnök a korábbiaktól eltérően nagyon hosszan beszélt Ukrajnáról és az ő feltételezett motivációiról, nagyon sokat beszélt Oroszországról, valamint, ami nagyon új jelen volt a beszédben, a Párizs-Berlin tenger helyett ugye egy London-Kiev-Varsó skandináv államok, balti államok tengely felvázolása. Én ez a két motivum volt szerintem a legerősebb része a beszédnek. Hát most érdekes, nem fogunk ebben a pontban vitázni az Andrással. Én is azt gondolom, hogy a lengyeleknek a reflektorfénybe helyezése, de negatív tartalommal, tehát ez, hogy ennyire neki ment a lengyeleknek, és hogy az oroszokkal üzletelnek lényegében, ez egy nagyon durva állítás volt. Onnan is látjuk, hogy mire érkezett, nagyon erős reakció. A másik meg, hogy az Egyesült Államok robbantotta fel az északi áramlatot, vagy legalábbis közreműködött, és a reakció ugye a lengyeleké volt, a lengyel külügyminiszter helyettesé volt a legélesebb reakció, és a David Pressmané. De maga a lengyel, bocsánat, csak tegyük hozzá azt, hogy az oroszok sem állítják azt, hogy az amerikaiak robbantották fel az északi áramlatot. Nem, de hát azért... emlékezzünk vissza, hogy Radoszláv Szikorszkij volt lengyel külügyminiszter is, egyértelmű örömét fejezte ki, amikor felrobbantották a valakik a északi De nem haragudj, András, az, hogy egy lengyel külügyminiszter, Tehát ez jó, tehát ez egy cinikus, ironikus megjegyzés volt, nem azt mondta, hogy jaj, örülök neki, tehát az oroszok sem állítják, hogy az amerikaiak lettek volna, maradjunk ebben. Ironikus megjegyzés volt, de azt mondod, hogy a lengyel külügyminiszter az örömét fejezte ki, ebből miért következik, hogy az Egyesült Államoknak szerepe lett volna az északi áramlat? Mert tudjuk jól, hogy a lengyel külügyminiszter egyértelműen az Egyesült Államok való minél szorosabb együttműködés, mert száll síkra korábban. Ez nagy bakugrás volt. Na, jó, azért látszik, mindegy, hogy... hát akkor menjünk azért tovább. Volt itt azért olyan állítás, és ugye szokásos ilyenkor nagy világmagyarázatokat ad Orbán Viktor, és ebből mindig az derül ki, hogy ő, tehát amit szoktunk is mondani, nem ott kell lenni, ahol a labda van, hanem ahova majd a labda esni fog. Egyrészt ugye Vlagyimir Putyinra azt mondja, hogy hiperracionális, Vlagyimir Putyinról egyébként így annyit jegyezzünk meg, csak tényleg így egymás között vagyunk, hogy azt hitte, hogy majd virágokkal várják, amikor bevonul Ukrajnába, ehhez képest nem ez történt. Azt gondolta, hogy Európa nem fogja tudni megoldani orosz gáz nélkül, simán meg tudta oldani orosz gáz nélkül, azt gondolta, hogy a NATO gyengülni fog, a NATO bővült, szóval ennyire volt hiperracionális, és azt is mondja Orbán Viktor, hogy ő ismeri az oroszokat, ellentétben a nyugattal. Most ehhez képest a nyugat volt az, amelyik tudta, hogy Oroszország támadni volt, figyelmeztették Magyarországot, Magyarország söpörte le ezeket az érveket. Ezek a világmagyarázatok fontosak, és nyilván szeretünk örülni annak, hogyha a mi vezetőink azok nagyon jól értik a világot, csak mondjuk orosz-ukrán relációban ez az elmúlt néhány évben mennyire jelenthető? Én azért azt látom, hogy ez egy Ukrajna és az egész viszony, hogyha valaki ezt a háborút jobban megnézi, azért láthatóan van egy orosz stratégia, és ez gyakorlatilag 2,5 éve vita az, hogy én is azon az állásponton vagyok, hogy egy lassú kivéreztetés zajlik. Lassú kivéreztetés zajlik Ukrajnából, hivatalosan 11 millió ember távozott, több millióan élnek külföldön, az ország gyakorlatilag nyugati segélyen működik, hogy egy ennek a megállapításához nem kell különösebben nagy külpolitikai valóságértelmező lángésznek lenni, ezt látom. Amit a miniszterelnök most már hosszú idő óta mond, hogy ezt a háborút katonai eszközökkel nem lehet megnyerni, ugye most egyértelműen szintén azt mondta, hogy egy külső tényező fogja megállítani a háborúskodást, vagy elhozni a békét. Trump és a trumpiták, tehát ami még számomra meglepetés volt, fogalmazzunk így a korábbiakhoz képest, hogy a miniszterelnök, ha a nagyívű és hosszú távú stratégiáról beszélt, akkor azért 30-35, maximum 40-ben határozta meg ennek a végpontját. Most, hogyha jól hallottam, akkor azt mondta, hogy az utána jövő generáció, a mostani 20-30 évesek fogják ezt megoldani, akik majd a slinci, latte avokádó,
tartós és mindenmentes generáci liberálisokkal szemben a trumpiták, nem is trumpisták, hanem trumpiták, és 20-25 év. Tehát most már 2050-re tesszük a stratégia végpontját, a megoldást, és ami, mintha úgy tűnne, hogy akkor már az nem is az ő felelőssége lesz, hogy ez hová fut ki. Hát ez egyértelműen, hogy azért 2050 még finoman szóval távol van, és ezt ő is látja, de hát alapvetően, hogyha elolvassuk a... November közel van. Igen, a november közel van, ami az alfája, mert elolvassuk a magyar nagy stratégia könyvét, ugye, amit Orbán Balázs írt, ő is azért nagyjából egy 2050-ig tartó távot vázolt fel abban a kiadványában Magyarország előtt, hogy hogyan kell együttműködni a különféle nagyhatalmakkal, és mi várható. Az, hogy a háborút külső dolog hozhatja el a változást, egyértelműen így van. Sajnos a hétvégén én úgy látom, hogy a Közel-Keleten ismét eléggé felgyorsultak az események, ami Ukrajna számára nem kedvező. Itt ráadásul már Törökország is megszólalt, hogy a hétvégén elég durván nyilatkoztak, úgyhogy a háborút, mármint az ukrán háborút mindenféleképpen egy másik tényező fogja levenni a táblára. Mit gondoljunk egyébként az olyan gondolatokról? Mindenkor egy amerikai terv, ugye? Minden korlátozást feloldani az ukrajnai fegyverszállítás és a fegyverek használatára, tehát lőhessenek, amit érnek. Fokozni kell a szankciókat, kiterjeszteni az orosz pénzügyi tranzakciókra, és meg kell erősíteni az amerikai védelmi ipart, meg kell erősíteni a NATO-t, Ukrajnát minél hamarabb fel kell venni, és ki kell szorítani Oroszországot az energiapiacról. A miniszterelnök válasza, ugye, hogyha jól értettem, az volt, hogy a háború után új kiegyezés kell Oroszországgal. És ez az amerikai tervet, vagy egy picit csak próbáljuk meg a miniszterelnök. Nem, hát az, minden mondatával. Az Egyesült Államok gyakorlatilag egy olyan helyzetben van jelenleg, hogy el kell dönteniük, hogy számukra mi a fontosabb. Oroszországnak a teljes meggyengítése, vagy pedig a Kínával való olyan kapcsolatok elérés, hogy az Egyesült Államok számára kedvező legyen. Ugye Trumpnak a nagy... Ez a Trump-féle kereskedelmi háború, ezt így hívták, ő maga nevezte, háborút indítunk Kína ellen. Kérdés, hogy ezt a Trump folytatni fogja ezt a politikát, ha megválasztják. Ezt a védelmi tekintetben, tehát NATO-ban minél hamarabb fölvenni Ukrajnát, megerősíteni az amerikai védelmi ipart, miket olvastam még az előbb, minden korlátozást feloldani az amerikai fegyverhasználatra. Hát erről ehhez hogy viszonyuljunk? Hát ezzel gyakorlatilag elérhető lenne az, amiről beszélnek, hogy Oroszország adott esetben ebben a helyzetben már úgy dönthet, hogy nem folytatja a háborút. Mert a miniszterelnöknek a beszédének az elején volt a lényeg, szerintem egyik fontos lényeg. Tegyük hozzá, hogy ezek a ilyen nettó háborúpárti szövegek, amiket említettem, ezek Mike Pompeo-tól, Trump külügyminiszterétől származnak, és Trump terv néven, Trump béketerv néven publikált ezt a Wall Street-ben. Nem tudjuk, hogy külügyminiszter lesz. Azt mondja, ez a Trump terv, tehát ő mondja, hogy ez a Trump terv. Így van. De még erősebb fegyverkezni. De Oroszország csak abban az esetben fog egyik olvasat szerint rám kényszerülni arra, hogy Ukrajnával valamilyen szinten megállapodjon, hogyha ez az egyik iskola, ugye, hogy még nagyobb erőt gyakorolnak rá. De hát láthatóan... Erre mondja azt Orbán Viktor, hogy ez a háború párti narratíva. Igen, ez hát csak van. Ez a Trump terv. Ezt de hát mondja. Ez Trumpnak egy olyan embere mondja, aki nem biztos, hogy pozícióba fog kerülni. Lehet, de Trump tervnek nevezni. Tehát nem azt mondja, hogy ez az én tervem, Mike Pompeo, így gondolom, hanem azt mondja, hogy ez Trumpnak a terve. Hát ezt mondom, meglátjuk. Én ezt azt mondom, hogy Trump azért elég gyorsan változtatja bizonyos kérdésekben az álláspontját, láthattuk az elmúlt években. Úgyhogy könnyen lehet, hogy itt is. Na jó, azt mondja Orbán Viktor, hogy az oroszok azok nagyon ellenállóak voltak, gazdaságként bebizonyították azt, hogy milyen, mekkora túlélő képességük. Egy példát hozott erre az, hogy gabonából önellátó. Tehát nagyjából, illetve exportőr, ami ugye a világ legnagyobb termőterületével nem akkora vívmány, ez nagyjából a középkorútól. Azt is mondta, ugye azt is mondta, az lehet, de hát az most, az, igen, tehát lehet még rosszabbul is csinálni, azt de hát ugye tőkéjüttek, hol van az... Kizárták, és az informatikai rendszerüket nagyon gyorsan átállították, hogy működőképesek legyenek, ami engem ennél jobban meglepett, hogy iszonyúan földicsérte az ukránok ellenálló képességét, és hogy erős milyen erős ország, nem csak ezt mondta, hanem hogy azon túl, hogy mennyire hősiesek a katonáik, hogy az ellenálló képességük milyen hatalmas, tehát itt most az ukránok számára is egy nagy
nagyon rosszul hangzik ez, hogy piros pontot kiosztott, de hihetetlenül földicsérte őket, és ugye még az Amerika stratégiára azt mondja, hogy elhibázott az a stratégia, amikor az oroszokat és a kínaiakat azt egy táborba terelik, mert akkor sokkal nehezebb küzdeni ellenük. De ezt valóban nem tudjuk. Még ennél is veszélyesebbként említette azt, hogy nem csak egy táborba terelik Amerikát, és nem Amerikát, Oroszországot és Kínát, hanem ez még csatlakozik mondjuk India, Indonézia, Pakisztán, tehát a világ legnépesebb országai. És ez valóban azt jelenteni, hogy ami az a legnagyobb amerikai félelem, ugye korábbi geopolitikai elemzők mondták, hogy Amerika célja az, hogy ne jöjjön létre egy egységes nagy állam, úgymond Európa és Ázsia földrészen. De hát most ezt látjuk, igen, hogy ez kezd létrejönni. Az amerikai tervekkel kapcsolatban, vagy hogy a Trump plan, nel kapcsolatban, én azt a mondatát a miniszterelnök úrnak többször visszahallgattam, én nem tudtam igazán értelmezni, nem tudom, Balázs, hogy ti tudtátok-e, vagy megfejtette már valaki, amikor arról beszélt, hogy az amerikaiak mintha azt szeretnék, hogy mi jöjjünk ki az Európai Unióból. Vagy erre való utalás volt, és a kínaiaknak meg az az érdeke, hogy mi ott legyünk az Európai Unióban, és mintha megfontolás tárgya lenne, ez egy ajánlat, és majd megfontolás tárgya lenne a jövőben. Számomra ez a gondolat, ez nem egy kifejtett gondolat volt, de minden esetre ellenzéki reakciókban már arra utaltak, hogy megint, hogy a miniszterelnök ki akar lépni az Európai Unióból, amit általában erre rá is játszik Orbán Viktor, ezt mindig egy minden évvel. Igen, de ő ezt elmondta, hogy nem, mert a... Nekem ez az egész logika azért illik bele a dologba, mert hogyha megvalósulna tényleg az, hogy a Párizs-Berlin tengely szerepe jelentősen lecsökken az Európai Unión belül, és lenne tényleg ez a Kijev-Varsó tengely, akik teljes mértékben az Egyesült Államok külpolitikáját követnék, akkor elképzelhető lenne olyan amerikai érdek, hogy az Európai Uniót ilyen törésvonalaknál szétrobbantani. Én erről még nem hallottam. András, hol? Korábban milyen nyilatkozat volt? Lengyelország, amikor nagyon súlyos vitákba került egy Európai Unióval, akkor azért fölmerült az, hogy hát Lengyelország alapvetően el tudna az Unió nélkül lenni. Trump hát mondta, hogy a NATO-ra nem feltétlenül van szükség. Meg Orbán Viktor az 50 kívül is van élet azóta egyébként, ezt Csócsályú Csuhai Ildikónak, Kovács Andrásnak köszönjük. Köszönjük.